Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 15. fejezetből a 21-től a 28. versig. Egy nagyon ritka találkozással találkozunk itt az evangéliumban, hiszen Jézus meggyógyít egy pogányasszonynak, a lányát. Tulajdonképpen nagyon kevés ilyen történetünk van az evangéliumban, azonban Jézus itt provokálja is ezt az asszonyt, hiszen ő neki a küldetése Izrael választott népéhez szól, ez pedig egyszer oda megy, hogy kéri, hogy a lányát gyógyítsa meg. Jézus valóban provokálja és elutasítja, ez pedagógiai fogás, bár elég kemény szavakat használ Jézus, azonban az asszony nem inog meg. Az asszony nagyon erősen hisz. Valószínű, már régebben is hallott Jézusról, esetleg a tanításában is részesült itt ott, a követői között megjelent, és az asszonynak olyan erős a hite, hogy Jézus ezen teljes mértékben meglepődik, és azt mondja, hogy erre a nagy hitre valóban válaszolni kell az Isten szeretetével, és meggyógyítja ennek az asszonynak a lányát. Tehát Jézus személyes küldetése a zsidó néphez szól, a pogányokhoz tulajdonképpen az egyházán keresztül beszél majd, és ez már a későbbi időkben történik meg. Tehát az ilyen kivételes találkozás mégis csak az bizonyítja, hogy a hit és az Istenbe vetett bizalom elnyeri a jutalmát. Még akkor is, hogyha nem a néphez tartozó asszonyról van szó, hogy nem a szószoros értelemben hívő, de mégiscsak hívő, hiszen hisz Jézusban, hisz abban, hogy képes meggyógyítani a lányát, és nem tágít, és ez az akarása, ez a Jézussal való párbeszéde világossá teszi, hogy ennek az asszonynak olyan nagy hite van, amit mondhatni így is, hogy ritka az emberek között. Tehát a mi számunkra és a mi életünkre is ugyanez vonatkozik. Igazából véve a hitünk az, ami képes az életünket fölé emelni a hétköznapoknak, a nehézségeknek, a megpróbáltatásoknak, de ehhez valóban kell az Istenbe vetett hit. Sokféle dologban hisznek ma az emberek, és valahol az egészből a lényeg vészel. Itt a mi számunkra egyetlen hit alap van, az Jézusnak a tanítása, és maga Jézus, aki a mi életünket is képes úgymond meggyógyítani, a mi sebeinket is bekötözni, és az ő szeretetével föl tud bennünket emelni, és úgymond helyünkre tud minket állítani. Tehát ha bajban vagyunk, akkor igenis, hogy Jézushoz forduljunk, aki a hitünkre a választ meg fogja adni. Köszönöm a figyelmet!